Ünnepélyes szalagátvágással adták át rendeltetésének az Adai Műszaki Iskola újonnan kialakított filagóriáját, amely a diákok kezdeményezésének és munkájának köszönhetően épült meg. Az egész ötlet a diákparlamenttől indult, hogy jó lenne kinti órákat ott megtartani, és a gyakorlati oktatások keretein belül készítettük el a pavilon, mint nagyon élveztük a munkálatokat, tehát az ásástól kezdve a vasak hajlítását, mindent nagyon-nagyon jó volt, egy élmény. A filagória 3D-s terveit is az intézmény egyik diákja rajzolta meg. A legnagyobb nehézséget a tetőszerkezetnek az ívei, a gerinceket kellett nagyon odafigyelnem, hogy hogyan forgatom magát a testet, és hogy hogyan kellett kialakítanom. A munkálatokban az alapok kialakításától a cserepezésig az intézmény minden építésztechnikus, magas építész oktatási profilon tanuló diákja részt vett. Minden osztály két blokkhetet vett részt ezen a munkálaton. Az elsősökkel kezdtünk, és akkor utána kombináltuk az osztályokat, második, harmadik, ugye a legnehezebb munkát többnyire a negyedik osztály végezte, valamint volt egy kis segítségünk, egy szakember segített nekünk aztán már a fa szerkezetnek az összeállításán. A filagória felépítésének jelentősége a diákok tudásanyagának bővítésében, illetve az iskolában eltöntött idejének gazdagabbá tételében is mérhető. Ezen tömbösszett óra keretén belül nagyon sok gyakorlatias dolgot sajátítottak el, tehát tulajdonképpen az ő tudásoknak a növekedésében, illetve tehát kellemesebb tanulási környezetet biztosítottunk számukra. A műszaki iskola diákjai a filagória kialakítása mellett felújították az intézmény igen rossz állapotban lévő elektronikai szaktantermét is, valamint az iskola a közelmúltban 16 csoportmunkára alkalmas asztallal is bővült.